Sein Gábor, BKV. Lerobbant a villamos. A vezető rémzabos. Nem szedi az áramot, mindjárt frászt kapok. Bedöglött a trolibusz. Nincs már benne semmi szusz. Ne tessenek strapálni, szíveskedjenek leszállni. Az elmét pedig tornáztatja. Remélem, önök is úgy érzik. Hová kerültünk hát Rófuszkin rajzainak világában? Mi lehetett vajon a kíváncsiságok felébresztője? A meghívón látható kép valószerűtlensége? Mit gondoltak magukban a meghívó kétségéről? A vizet? Vagy az egyet jeleníti-e meg? Most Rófuszkinga Jószágot köszönhetünk itt a galériában, hiszen úgy gondolom, hogy a jövő nemzedékét ki kell nevelni ahhoz, hogy értő, érző és olyan közönséget tudjunk majd itt magunknak 10-20-30 év múlva is, akik értik azt, hogy mi van itt a falakon. Máté Angi és Sein Gábor szövegeit is nagyon-nagyon szeretem, és Máté Angi szövegei meg annyira, szerintem annyira fontos szövegek, és annyira jó volt csinálni azokat a könyveket, a Kapitány és Narancs alatt, meg az emlékfoltozókat, hogy úgy szerettem volna, ha azok is itt vannak. Csipke Rózsika, Hamupipőke, Jancsi és Juliska, Piroska és a Farkas úgy jelennek meg Rófusz King a ceruzája nyomán, ahogyan gyermekkorunkból emlékezünk rájuk. Én nagyon szeretem, hogyha nincs nagyon zsúfolva egy kép, hanem csak az van rajta, ami nagyon fontos, valami miatt nagyon fontos. Tehát, hogy nem követem le mindig teljesen a szöveget. A történet benne van, de nem feltétlenül szóról szóra minden motivumát megrajzolom, és nem tudom, nekem nagyon fontos, hogy fölösleges dolgok ne legyenek, hanem inkább maradjon olyan hely, vagy olyan valami, ami ad egy kis lehetőséget annak, aki nézi, hogy ő is tovább gondolja, vagy kitaláljon még ott valamit. Ezek akrillal vannak papírra festve. Mert én eredetileg animációs filmes vagyok, csak aztán egy időre abba hagytam. Azért mondom, hogy egy időre, mert azt hittem, hogy végleg, de most úgy visszatértem hozzá. Azt úgy készült, hogy ezt teljesen egyedül csináltam végig, tehát hogy operatőröm volt, de hogy végig rajzoltam egyedül, és ez ilyen 4-5 ezer rajz, és a másik meg ilyen 3-4 ezer, tehát hogy így ezek évekig készültek. Én minden mesét nagyon szerettem, de most a héten jöttem rá újra, nem először, hogy a kis herceget nagyon, mert most az volt a kislányomnál a kötelező olvasmány, és most elolvastuk újra többször, és rájöttem, hogy azért az egy nagyon fontos könyv az én életemben is. Most kezd az illusztráció úgy egyenrangú lenni a szöveggel, utóbbi 10-15 évben.